A műsort a Vapörgőzben párolt zöldségek gyártója, a Bonduelle támogatta. Ez a recept egyenesen Marokkóból érkezett, Marrakesben tanították meg ezt nekem egy főzőiskolában, a lelke csirke lesz, és megy bele rengeteg olyan dolog, amit a helyiek nagyon-nagyon szeretnek, paradicsom, csicseri borsó, citrom, olivabogyó, és egy nagyon frankó házi fűszerkeverék adja meg a sava borsát az egésznek, úgyhogy ez lesz a mai program, vágjunk is bele! Kezemben az étel lelke, a csirke, amit a már említett főzőiskolában az elején még élő formában prezentáltak, aztán 6 perc alatt kibújtatták a bőréből, azért, hogy eljussunk egy ilyen formára, amit most a kezemben is tartok, tehát csirke alsó felső comb és csirke mell kerül majd bele az ételbe, úgyhogy először is már itt melegszik szépen a serpenyő, fogok egy adag olajat, és elkezdem rajta lepirítani a pipiket. Az alapfűszerezéssel kezdünk, tehát sózzuk és borsozzuk. Ilyenkor, hogyha van kedvünk, elénekelhetünk egy tetszőleges marokkói népdalt, vagy megnézhetjük a tévébe kedvenc sorozatunkat, Berber Grills. Az a lényeg, hogy várjunk egy-két percig, amíg le nem pirulnak a csirkék, utána fordítunk egyet, és a másik oldalokkal ugyanezt eljátszunk, nevesül só, bors, pirulás. Miután pedig kellőképp megpirultak a csirkém, fogom, és a későbbiekben a már sütéshez is használt tepsimbe átpakolom, úgy, hogy a bőrös része legyen fölfelé. Talán azt még nem mondtam, de ugye a csirkéket egy ilyen kellemes marokkói hangulatú szószal fogom beborítani, és ennek az előkészítésébe tartozik az is, hogy néhány vöröshagymát és fokhagymát csak úgy durván fölaprítok. És miután megvan a hagymadó, az előbbiekben kisült csirkesíron fogom őket egy kicsit megfuttatni, egy picikét talán meg is pirítani, de nem túlságosan, aztán megyünk is tovább. Egy kicsit összeestek és lepirultak a hagymáim, akkor jön rájuk paradicsom, ez lehet paradicsom püré, ez lehet apróra vágott paradicsom meghámozva, az a lényeg, hogy legyen belőle jó sok. És ezt pedig ráöntöm itt a hagymás történetre, jó alaposan elkeverem, és további hozzávalókkal ízesítem. Kezdésképpen például egy jó adag masola fog belekerülni, lehet sima masola, aranymasola, ami csak tetszik, az a lényeg, hogy ne féljünk használni. Egy tök jó ízt és állagot fog adni magának a marokkói csirkének, úgyhogy szépen egy jó adagot beledobálunk, nem sajnálom én senkitől. Ha már színben megvagyunk, akkor jöhet az olívabogyó, ez most egy magtalan fekete, de nyugodtan lehet magos is, az talán még egy fokkal finomabb, arra kell vigyázni, hogyha eltitek, akkor ezt ne felejtjétek el, és ne harapjatok rá izomból a közepére, úgyhogy lehet akármilyen fajta olívabogyó. Egy a lényeg, hogy mivel ez magtalan, fogom, icipicit így megtöröm, és rögtön zúzom is bele. Ugye azért kell a megtörés, hogy az ízek egy picivel könnyebben és jobban, hamarabb ki tudjanak szabadulni. Ha szeretitek az olívát, akkor ez a ti ételetek. Soron következik a szénhidrát az ételbe, ami nem más, mint egy jó adag csicseri borsó, ezt is beleborítom. Nagyon sok marokkói sóban eltett citromot használ, de ha mondjuk nincs, akkor ne parázzatok rá, egészen nyugodtan frankó kaja friss citrommal is. Én úgy szoktam, hogy levágom a két végét, és akkor így 6-8 gerezben csapatom bele. A serpenyő tartalmát most elkeverem, majd pedig összedobok egy nagyon frankó kis marokkói fűszerkeveréket. A fűszerkeverékbe kerül egy jó adag gyömbér, őrölt kardamom, egy kevés őrölt szerecsendió, őrölt fahéj, 5 fűszer, egy pici koriandermag, megy bele kurkuma, egy pici kajenbors, hogy forró legyen, mint a babám szíve, valamint egy picuri sáfrány, a végén pedig sózom és jó alaposan összekeverem. Ha ez megvan, a fűszerkeveréket belekeverem a paradicsomos alapba. Legvégül pedig amolyan végső fűszerezésként egy kis petrezselymet és koriandert aprítok, ez is megy bele a paradicsomos zöldséges serpenyőbe. Itt van a kedvenc marokkói jellegű tepsim, és ha figyeltek, láthatjátok, hogy a csirkék már nincsenek benne, ugyanis picit kiköltöztettem őket, a csirkezsír tökéletesen bevonja itt az alját, és ebbe fogom beleönteni a paradicsomos zöldséges alapját ennek az egész ételnek. Szépen belekapargatom, el is osztottam, láthatjátok, ez már egy tökéletes mennyiségű köret, és akkor ebbe fogom visszapakolászni a csirke húsikat, úgy szintén bőrrel felfelé. Utána pedig megy be majd a sütőbe, kb. Egy órát fog sülni 200 fokon, a végén pedig majd rápirítok egy kicsit, hogy a bőrük is szép ropogós legyen.
és természetesen a NASA űrtechnológia ma is a segítségünkre siet, ebből egy kis kalapot is hajtogathatnék, hogy megvédjen a sugárzás ellen, de sokkal fontosabb feladatom van, a csirkéket kell vele bebugyolálni, úgyhogy sziasztok drágáim! A lefóliázott tepsit berakom a sütőbe, ahol 200 fokon egy órán keresztül sütöm. Ha ez megvan, leszedem a fóliát, és felső grillen további 15-20 percet adok neki, hogy a csirke bőre szépen megpiruljon. Ha nemzetközi kalandra vágytok, akkor ez az étel lesz a ti választásotok. Egyrészt ez a paradicsomos, csicseribósós alap a rengeteg izgalmas betéttel meg fűszerezése nagyon-nagyon ott van. Másrészt pedig az omlós csirke, ami amúgy mégiscsak ropogós, hiszen a végén rápirítottunk, pedig fantasztikus protein forrásként viselkedik ebben az ételben. Szóval azt tudom javasolni, hogy ha még nem készítettétek el, akkor egészen bátran álljatok neki, mert gyorsan megvan, és büszke lesz rátok az, akinek készítitek. Úgyhogy csináljátok meg ti is, mi pedig találkozunk a jövő héten, addig is szevasztok!